hiszem, hogy a mai videóban minden olyan kicsit vintage lesz a hajammal együtt, ugye? Mindig azt hiszem, hogy így kitanultam már a Dyson, de nem tudom. Nem tudom, már nem tudok vele mit kezdeni, mert be kéne festeni. Egész eddig jó volt a fény, gyerekek. Kezdjük is el. Miről is lesz ma szó? Szeretni szoktátok ezeket az állványos videókat, és még szeretnék egy hasonlót majd gyártani azokról az outfitekről, amiket tervezek, vagy nagyon várok, hogy hordjak így tavasszal. De viszont idén a trendek egészen jóra sikeredtek, úgy gondolom, hogy mondjam, egészen appellálnak nekem. És a mai videó lényege az lesz, hogy az összes darab, az összes úgymond trendi darab, ami idén trendi, megőrülök. De a lényeg ennek a videónak az, hogy az összes ruhadarab, amit most én itt megmutatok nektek, reprezentálják az idei tavasz-nyári trendeket, anélkül, hogy bármit vettem volna hozzá. Tehát ezek a darabok mind régebbiek, van belőlük egy kicsit újabb is, de lényegében most jelenleg nem vettem semmit hozzá, hogy meg tudjam nektek mutatni. Tehát a legtöbb trend, amiről beszélni fogok, nyilván azok, amiket én hordanék, ezért is vannak itt, amit én érdemesnek találok, amire úgymond majd látjátok is, hogy nem kell nekem külön beruháznom, és lesz egy pár trend, amit nagyon szívesen kipróbálnék, pár, nagyon kevés, de nagyon szívesen kipróbálnék, de kell hozzá vennem valamit, majd a videó végén fogok erről beszélni igazából, hogy mik azok a dolgok, amire még én esetleg beruháznék, mert abból úgymond hiányom van. Az első trend, amiről szó lesz most, az a double denim, pontosabban különböző farmerek kombinálása, tehát hogy farmer felső, farmer nadrág, vagy farmer csöki farmer nadrág, teljesen mindegy. Itt az a lényeg, hogy sok olyan szettet láttam, ahol ugyanolyan színű a farmer, például talán. Tehát ez is azért megfogott, és sok olyan szettet láttam, amiben különböző farmerek, különböző színű farmerek vannak kombinálva, ami szintén megfogott, de itt azért érdemes vigyázni szerintem, vagy én eléggé válogatós vagyok, hogy melyik szín melyikkel jól kombinálható, úgymond. Most egy darab farmer kabátot tudok nektek mutatni, mert egy darab van a ruhatáramban, viszont én nagyon-nagyon szeretem, és ez tavaly karácsonykor egy ajándék volt a páromtól. Mintiden szereztem. Ez egy nagyon-nagyon szép Moncler sötét kék farmer kabát. Ilyen kontrasztos öltésekkel, gyönyörű, és peplumos az alja. Kimondottan nem tettem bele ebbe a videóba, mert ez is egy trend, a peplum, de ez két legyet üt lényegében egy csapásra. Rólam azért tudni illik, én nem igazán szeretem a farmer jackiket, vagy hát megvannak azok, amiket szívesen hordok, és általában azok, ezek a nagyon-nagyon sötét kékek. De a lényeg az a mostani trendekben, hogy ezeket a különböző farmereket kombináljuk. Amit láttam és nekem tetszett, az például farmering betűrve egy egyenes szárú vagy egy bőszárú farmerba, és leginkább úgy tetszett, hogy vagy nagyon szépen összeillett a két szín, vagy ugyanolyan színű volt. Teljesen 100%-ig nem vagyok biztos benne, de lényegében én ezt a tavaly is kombináltam ezt a farmer jacket, mert tavaly is volt trend, ez a double denim, ezt a farmer jacket különböző más színű, vagy világosabb farmerekkel, és nagyon tetszett fehér pólóval. Kicsit így a fehér póló szerintem így összehozta és lazává tette az egész szettet, úgyhogy fogok vele próbálkozni mindenképpen, de nem gondolnám, hogy fogok még egy farmer kabátot venni, ha csak nem, ha látok egy jó farmer inget, meglátom, még ilyen kérdéses bennem, és általában, hogyha bennem kérdéses ez a dolog, akkor inkább át kell gondolnom, de szerintem ez a darab, ez egy nagyon, nagyon jó darab a ruhatáramban. Így, ez lesz jó. Várjatok, mindjárt jövök. Hol tartottam? Farmerek. Igen. Farmerek szempontjából van egy pár így trendi darab, például ezek a palaccó, egészen széles szárú farmerek, ezek a baggy, ilyen szottyos, úgymond, nem tudom, hogy minek mondják, mert nem csak ez a baggy van, hanem ez a barrel style, ami, ja, nem tudom, hogy mondjam, tudjátok, ilyen minek mondják? Jobban utána kellett volna néznem, ugye? Ballon stílusú nadrág, azt hiszem úgy mondják, tehát, hogy felül így feszül, és akkor alul így ilyen óalakban így kikerekedik, ami szerintem csinos, én nem igazán próbálkoztam ezzel, és szerintem nem is fogok, mert ahhoz
Nem tudom, hogy nekem jól áll ez-e. A combom oldala kiszélesedik. És szerintem az hülyén néz ki, amikor ott is széles, aztán még így felpuffad az alján. Amit én szereztem be most télen például, az egy tapered farmer. Tehát nem ez a mom jeans, de kicsit. Tehát lényegében felül feszül, magas derekú, mindjárt meg is mutatom, és laza az alja. Viszont nem szélesedik a szára, hanem egyszerűen laza az alja. És én ezt a nadrágot a H&M-nél szereztem be, és le fogom vágni, úgy döntöttem, mert kicsit hosszú, az valami tizenvalahány euró volt. Lényegében így néz ki ez a nadrág, és ilyen a szára, látjátok? Ilyen szinte egyenes, de itt több hely van benne fent. Tehát viszonylag laza mindenhol, kivéve felül, ami nyilván azért valahol kell, hogy feszüljön, hogy előnyös legyen. De ez egy nagyon-nagyon jó nadrág szerintem, és úgy gondolom, hogy ez viszonylag egy klasszikus abból a szempontból, hogy jól lehet hordani tornacipővel is, kényelmes, és nem gondolnám, hogy hamar kimegy a divatból. Tehát ezek a nagyon ilyen ballon szárú nadrágok, nem tudom, hogy mennyire tartják magukat. Ugye nekem is azért fontos, hogy a ruhatárom az viszonylag klasszikus darabokból álljon, úgyhogy ennek a farmernek örülök, mert le fogom vágni, hogy rövidebb legyen, mert szerintem balerina cipővel nagyon-nagyon jól fog kinézni. És ha még farmer, ez egy kicsit csalás, mert ez egy újabb darab, de lényegében ugye arról beszéltem, hogy bőszárú nadrág, laza nadrág, és nekem vannak bőszárú nadrágjaim, ezért nem hoztam ide őket, viszont az összes magas derekú. Azokat ugyanúgy fogom idén is hordani, de amit kiszerettem volna próbálni, az a közepes derekú nadrág. Ezért vettem az arában most ezt a nadrágot, ez a mid-waist, full length, közepes derekú, laza, és látjátok, hogy szélesedő szárú nadrág, ami az én testmagasságomhoz viszonylag jó hosszal rendelkezik, úgyhogy örülök neki. Tehát mindenképpen én is a lazább nadrágok felé megyek, és ezt is lehet látni így a trendeknél, hogy a farmerek lazábbak, bőszárúak. Ami még nagyon menő most, az az egyenes szárú farmer. Nekem ez nehézkes, pont azért, mert az én lábam, mint mondtam, a combomnál így kiszélesedik, és nagyon sokszor ott feszül, és akkor szinte, ahogy megy lefele ez az egyenes szár, szinte úgy szűkülőnek tűnik, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ezért nekem az egyenes szárú nadrágok, hiába mondják azt sokan, hogy ez mindenkinek jól áll, annyira úgy érzem, hogy nem állnak jól, mert én örülök neki, hogy ezt a kettőt megtaláltam, mert nagyon jól ki fogom őket használni, és természetesen azokat a darabokat is, amiket tavaly vettem például az arában, ezek még mindig megtalálhatóak, ezek a high waist, full length, white leg nadrágok például, őket is nagyon-nagyon szeretem, van egy világosabb és egy sötétebb belőle, őket is nagyon szívesen hordom idén is, mondjuk ide hozhattam volna, de már mindegy. És tovább is megyek, itt láthatjátok is, szerintem nem lesz újdonság, viszonylag maradt a trendekben maga a mellény. Nem csak szettekben vannak kombinálva, hanem például farmerekkel, különböző színű nadrágokkal, úgy, mint felső. Tehát ez tavaly is volt trend, ez nem újdonság, és nekem, és ezt a mellényt 20 euróért vettem a leárazáson, szerintem nagyon-nagyon szép. Én egy nadrághoz vettem, mert örültem neki, hogy megvan a szettem, viszont nagyon szívesen kipróbálnám farmerekkel is. Az egyetlen egy probléma ennél a trendnél az, hogy ez ugye nyári trend, tehát ahol én jobban el tudom képzelni, mondjuk egy szoknyával el tudom képzelni. El tudom képzelni palackonadrággal, mert ugye ahhoz vettem. Farmerrel látom nagyon sokszor kombinálva. Igen, nyilván, de tavasszal nekem ez kizár dolog. Tehát amíg hideg van, vagy hűvösebb van, én ezt nem tudom felvenni, mint felső. Tehát ez csak nekem ehhez melegnek kell lenni, hogy én ezt felvegyem, mint felső. Viszont magát ezt a trendet nagyon jónak találom, hogy úgymond a mellény az ki van emelve ebből a nagyon elegáns kategóriából, és akkor különböző akár rakott szoknyával, vagy farmer szoknyával, vagy akármilyen farmerrel van kombinálva, mert szerintem csinos. És hogyha veszel hozzá egy balerina cipőt, vagy akár egy csinosabb mokaszint is jól néz ki, de sportcipővel is jól néz ki. Ugye én lehet, hogy nem mondom azt, hogy farmerrel nagyon sokat fogom hordani tavasszal, mert én fázom, de mindenképpen érdemes egy próbát tenni, és szerintem egész jól tartja magát ez a mellényes trend, most már egy ideje. És ahogy én beruháznék rá
Most ez egy kivétel volt, mert ezt akciósan vettem. Ahogy én beruháznék rá, lehet, hogy én egy szetben ruháznék be rá, tehát egy nadrág kosztüm szetben, amúgy nekem is van, mellény, blézer és nadrág. Mert ugyanis az egy klasszikus szett. Az tökéletesen beleillik egy klasszikus ruhatárba, kombinálható elegánsan, viszont ki lehet venni, ki lehet emelni ezt a mellényt, és akkor különböző lazább dolgokkal is kombinálni, hogyha nem akar valaki egy ilyen nyáriasabb, látjátok, hogy ennek ilyen nagyon szép textúrált anyaga van, nyáriasabb mellényt hordani, elegáns mellényekkel is lehet kombinálni, és talán az jobban beleillik így a klasszikus ruhatárba. Én ennek is nagyon-nagyon örültem, mert van egy ilyen, ma fogjátok eleget hallani, olyan hatása, mint most nekem egy ilyen vintage hatása ezzel a kivágásra, és szerintem ez gyönyörű. Főleg, hogyha lesz egy kis színem, akkor tudom majd jobban alkalmazni. Hát borzasztóan néz ki most ezzel a zsíros deszka színemmel, de nagyon örülök neki, a hossza is tökéletes. És felpróbáltam farmerrel, mert kíváncsi voltam rá. Jól néz ki, nem rossz, csak ugye meg kell találni erre az időt, meg a hőmérsékletet, amikor úgy lehet igazán hordani, mert amikor meg rohadt meleg van, akkor nem hordok hosszú farmert, ugye? És ha már említettem a szoknyát, akkor a rakott szoknya idén is nagyon-nagyon divatos, és idehoztam egy, ez is egy vintage darab, ez egy régi darab, és tavaly vettem, rendeltem, nem tudom, valami nagyon-nagyon, nem tudom mennyit fizettem érte, de nagyon olcsó volt a Vintide. Ez egy Max Mara szoknya, gyönyörű rakott szoknya, és ez nagyon-nagyon divatos idén. Lehet látni, akár hordják sima pólóval is természetesen, mellényekkel is, pulóverrel, bárhogyan. Én ezt jónak találom, főleg, hogyha megtalálod azt, ami neked passzol. Nekem eltartott egy ideig, mire rájöttem, hogy melyik az a rakott szoknya, ami hozzám passzol. Nálam a lényeg az, hogy ne legyen gumis a dereka, mert akkor borzasztóan néz ki. Tehát ez egy ilyen átlapolt, nem tudom most megmutatni, ilyen gombos átlapolt szoknya, ami szerintem gyönyörű, mert ezeknek a szoknyáknak, gyerekek, annyira szép esésük van, és annyira, nem is tudom, hogy mikor hordtam, amikor úgy olyan jól éreztem magam benne. Igen, tavaly a szülinapomkor, amikor Dél-Franciaországban voltunk, akkor hordtam, és ennek a záródása tökéletes, és láttam most a Zarában is hasonlót, de az nem gombos volt, hanem patentos, azt hiszem, de az is jó. Nekem a lényeg az, hogy ne legyen gumis. És még azt is megkockáztatom, mert sokan szokták mondani, hogy ó, de az nem baj, hát hogyha a hátán gumis, az jó. Nekem az se áll jól, hogyha a hátán gumis, tehát nekem mindenhol egy ilyen teljesen normális záródása kell, hogy legyen, mert így lesz előnyös rajtam az én testalkatomon, de mindenki más, tehát ezt érdemes megpróbálni. És úgy érdemes megpróbálni, hogy felsővel, hogy tudd, hogy oké, milyen felsőt kell hozzávennem, milyen hosszúságú felsőt, hogyha betűröm, hogy néz ki a derekamnál. Ezeket mind érdemes figyelembe venni, mert én annak, amikor vettem magamnak a rakott szoknyákat, amiket aztán nyilván ki is szortíroztam, mert nem álltak jól, gumis derekúak voltak, felpróbáltam, jól van, jó a dereka, de nem figyeltem arra, hogy oké, most milyen felsővel tudom kombinálni, és mi van akkor, hogyha betűröm, hogy nézek ki akkor benne, és ez egy probléma. Ez az a szín, amit én tök jól tudok kombinálni ősszel is, télen is, tavasszal is. Van benne, nem azt mondom, hogy ilyen utility, vagy ilyen katonai stílus, de a színe azért kicsit lead ebből a nőiességéből egy szempontból, és ezért is nagyon szeretem például tornacipővel kombinálni, mert hiába van egy ilyen gyönyörű, nagyon elegáns, fényes anyaga, maga a szín az eléggé jól kombinálhatóvá teszi mindenféle szempontból, tehát akár mokaszínnal, balerinacipővel, sportcipővel. A következő az egy téli szerzeményen sem is kimondottan ilyen tavaszi-nyári, de nagyon-nagyon divatosak ezek a gombos kardigánok, és nyilván látjuk ezeket a Chanel stílusú blézereket is még mindig, és én is nagyon szeretem őket, nem mennek sehova a ruhatáramból. Viszont amit többet látunk, azok ezek a puha kardigánok, színes kardigánok, piros, rózsaszín, csíkos, akármi. Szerintem ezek nagyon-nagyon jó alapdarabok, jól kombinálhatóak,
és én alapjáraton szeretem ezt a stílust sokat látni őket ezekkel az arany gombokkal, de láttam például az ara oldalán több más gombfajtával is. Ezért úgy gondolom, hogy ha vannak hasonló ilyen vastagabb környekú kardigányaitok, és úgy vagytok vele, hogy ez már annyira nem divatos, meg mit tudom én, lehet érdemes elgondolkodni a gombcserén. Szerintem viszonylag klasszikusak. Nyilván nem mindenkinek a stílusa, de mindenképpen meg akartam említeni, hogy ez egy trend, és hogy én ezt nagyon-nagyon szívesen hordom a mindennapokban is, mert úgy gondolom, hogy kényelmes, viszonylag így meleg tavaszra, és öltöztet. És mit mondok én mindig nektek évek óta, mire ruházzatok be, hogyha jön a nyár, ugye? És megint igazam van, és idehoztam a ruhatáram egy egészen régi darabját, fehér ruha. Mindenhol a csapból is a fehér ruha folyik, pamutruha, ilyen-olyan, akármilyen, bármiféle. Tehát vannak ezek az ejtett derekú fehér ruhák most, amik divatosak, akkor láttam ilyen kicsit ilyen fűző hatásúakat, spagetti pántos, bármi, amit el tudsz képzelni, fehér ruha, az nagyon-nagyon divatos lesz, és itt jön az, hogy igen, örülök neki, hogy ez a divat. Igen, mert ez egy klasszikus dolog. Ő már szerintem, nem is tudom, hogy mióta megvan, ez egy 4 éves már lehet. Igen, szerintem 4 éves ez a ruha, ha már nem több. Gyönyörű, klasszikus fehér ruha, és mindig nagyon jól néz ki. Nagyon jól bírja a mosást, nem tudom, hogy hányszor kimostam. Ugyanez nem pamut. Én nem izzadok benne, vagy nem vettem észre azt, hogy nyáron izzadnék benne, viszont az anyaga által hamar szárad, nem gyűrődik, nem kell vasalni, jó vele utazni, úgymond, és ez egy nagyon-nagyon hálás darab, és szerintem nagyon elegáns, úgyhogy ez az én fehér ruha választásom a mai videóra. Nyilván nekem van még 24 másik a ruhatáramban, amiket alig várok, hogy hordjak, de most csak egyet akartam idehozni, és ő egy nagyon-nagyon hálás darab, ami nagyon jól kombinálható, és egyszerűen szerintem iszonyatosan előnyös, és egy klasszikus darab. És nem igazán beszéltem ugye most blézerekről, holott ez is egy trend, a nagyon szépen szabott blézerek. És észrevettem azt, hogy az óriási váltöméses blézerektől kicsit átvonultunk az egyenes szabásúakhoz. Nekem van itt egy példám, ez egy egyenes szabású zarás blézer, ez amúgy egy kosztüm egyik darabja, van hozzá mellény és nadrág is, és ott nagyon-nagyon szívesen kombinálom, más dolgokkal, farmerekkel, fehér pólóval alatta, gyönyörű anyaga van, nézzétek meg, akciósan vettem amúgy, és nagyon-nagyon szép színe van, szép sötét kék. Azt hiszem, hogy ez az a szabás az, ami igazán úgy hálás, és nagyon-nagyon klasszikus, és mindenképpen ide szerettem volna hozni. És ha már színekről szeretnék beszélni, akkor nem hagyhatom ki az idén óriási nagy trendszínt, méghozzá a pirosat. És nekem nincs sok piros a ruhatáramban, viszont ezt a blézert ezt sokszor láthattátok, gyönyörű. Én mindig óvatos voltam a pirossal, mert kicsit úgy éreztem, hogy elnyom engem, bár lehet, hogy azáltal, hogy öregszem, most már annyira nem érdekel igazából. Szerintem nekem is van olyan piros, ami jól állhat, és ez az a trend, mert itt most áttérek arra, hogy mi az, ami nincs a ruhatáramban, és mi az, amire nagyon szívesen beruháznék, mert ez az egyetlen piros darabom, igazából igen. Amin én nagyon-nagyon szívesen beruháznék, és piros, az egy piros táska és egy cipő. Én piros balerina cipőre gondoltam, és piros táskára, méghozzá lakanyagból gondoltam, mert nekem ilyen nincsen, és nagyon szívesen kísérleteznék ezekkel. A Zarában láttam egy balerina cipőt, lakbalerina cipőt, de nincs belőle méret, úgyhogy feliratkoztam rá. Ő nagyon-nagyon tetszik nekem. Találtam egy laktáskát a Vintiden, ami össze van karcolódva, amúgy egy krémszínű táska, és arra gondoltam, mivel még nem kísérleteztem lakbőrfestéssel, ami mindig egy ilyen riszki dolog igazából, ilyen rizikós, nagyon szívesen kipróbálnám azt a táskát befesteni pirosra, mert szerintem tök jó lehet, hogyha sikerül, és biztos vagyok benne, hogy gyűjtenék vele tapasztalatot is, hogyha mást nem is, de lényegében megpróbálom azért még egy kicsit lealkudni, de próbálkoznék vele. Tehát
nem vennék úgymond újonnan laktáskát most így magamnak. Érdekesen reagálhat a festékre, és ezt soha nem tudod előre, hogy hogy reagál egy lakbőr a festékre, hogy szépen beszívja-e, vagy ledobja-e magáról. Ez nyilván tapasztalatgyűjtés és reménykedés, hogy jó lesz, de én egy ilyen projektbe szívesen így beruháznék, ha nem is úgy nagyon, de így próba szempontjából, mert szeretnék egy piros táskát mindenképpen. Úgyhogy ez az a dolog, tehát ha a piros táska nem is, akkor egy piros balerinát szeretnék, és hozzá egy piros pulcsit, azokat már néztem például Vintiden. Viszont ha már cipő és balerina, akkor itt két legyet ütök szintén egy csapásra, mert felírtam magamnak, ami nekem tetszik például trendben, az állatminta, viszont az állatmintát én csak kiegészítőkben tudom magamhoz úgymond elképzelni jelenleg, és beszereztem anno tavaly az Zara akción, azt hiszem a Black Friday akció keretében, a gyönyörű balerina cipőt, amit alig várok, hogy hordjak, mert szerintem például nagyon jól lehet kombinálni színekkel is, farmerrel is, és nagyon kényelmes ez a balerina cipő. Természetesen idén a balerinák nagyon-nagyon divatosak szintén, főleg ezek a Mary Jane stílusok, vagy nem Mary Jane, hanem tudjátok, aminek van ilyen pántja. A Mary Jane az más, mert azoknak általában itt sarkuk van, nagyon tetszenek, főleg piros lakban, de őszintén megmondom, hogy nem hiszem, hogy beruháznék rá, mert szerintem nekem az kényelmetlen. Tehát amikor én ezeket a cipőket hordom, mi ez a nyekergés? Mindegy. Tehát a magasabb sarkú Mary Jane-ek nem annyira összeilleszthetőek az én életmódommal. Nem mondom, hogy nem lehet egy kényelmeset találni, de én általában, hogyha ezeket a cipőket hordom, akkor sokat megyek benne, ugye? És inkább a laposabbakra ruháznék be. És annó még beruháztam erre a bőr feketére is, ez is ugye pántos, ezek most iszonyatosan divatosak, még mindig. Úgyhogy balerina cipő és Mary Jane, és ebből szeretnék még egy pirosat minden esetre. Ami még divatos, és mindenhol látom, az általában mindig divatosak ezek a metálos dolgok, ugye? Sokféle, főleg ezüst cipőt láttam, balerina cipőt, vagy ilyen kitten heelt, ilyen kicsi törpesarkú, hegyes orrú, magas sarkút például. Azt sem tudom annyira beleigazítani az én mindennapi ruhatáramba, tehát hogyha valahol találnék jó áron, akkor valószínű, hogy lehet, hogy beruháznék egy ezüst balerinára, de nem tudom, inkább aranyra, holott tudom, hogy az most annyira nem divatos, viszont nekem üti a táskáimat, az összes táskámnak a szereléke szinte arany, és tudom, hogy nem számít, meg jól lehet kombinálni, de lehet, hogy ott nekem ezzel lenne problémám, vagy triggerelne egy kicsit, úgyhogy mindenképpen ide akartam mondani ezeket a liquid metal, folyékony metálos dolgokat, lehet látni tök jó kiegészítőket is belőle. Ebben az esetben szeretek inkább megmaradni a kiegészítőknél, tehát nem is kiegészítők, hanem ékszereknél, vagy körömnél, tehát krómkörmöknél, szerintem ezzel is nagyon-nagyon jól lehet úgymond összehozni az outfitet, kicsit olyan frissebbnek, divatosabbnak tűnik. Úgy érzem, hogy egyre divatosabbak lesznek ezek a vintage ékszerek, aminek én személy szerint nagyon örülök, mert én személy szerint imádom ezeket az ékszereket, órákat, a nagy fülbevalókat. Ugyanez nem vintage, de olyannak tűnik. Tehát ezekre érdemes beruházni, mert szerintem a Zaránál is kapható, a Mangónál is kaphatóak ilyen szép fülbevalók, de Vintiden is érdemes megnézni, ez például a TK Maxx-ből van, de a H&M-nél is vannak ilyen szép fülbevalók, úgyhogy én úgy gondolom, ami nekem van eddig ilyen boltokból, ők jól tartják magukat, akkor is, hogyha sokat hordom, és amit még nem hagyhatok ki, azok nyilván az órák, mert nagyon sok ilyen vintage órát, vagy vintage hatású órát lehet most látni, főleg ugye a Cartier-nek a Panther nevezetűjét, ami az egyik álmom nekem is, de nem hiszem, hogy én soha nem adnék kire annyi pénzt, szerintem kizárt dolog. Viszont hoztam nektek ide az én egyik kedvenc órámat, ami nagyon-nagyon hasonló ehhez. Ő a Hexter & Baines nevű márkától van, és nagyon-nagyon hasonló a Cartier-hez. És látjátok is a formáját, kicsit vintage, kicsit régies,
finom. Szerintem ez egy igazi klasszikus. Amit most én viselek, az egy nagyon-nagyon régi vintage longines a 80-as évekből, és ezt Vintiden vettem, látjátok, hogy így néz ki. Szerintem ez nagyon menő, mármint, hogy számomra nagyon-nagyon menő. Van egy vintage hatása, de a jó dolgokkal kombinálva szerintem nagyon-nagyon szép, és akkor van itt még egy longines órám, ami leginkább, ez egy olyan dolog, hogy akinek tetszik, tetszik, akinek nem, nem. Én beleszerettem, szerintem gyönyörű, nagyon szeretem. Szinte minden nap ezt hordom, például a munkahelyem, vagy hát ezt is. Nagyon kellemes órák, mégis itt még ott van a minőség, az a helyzet. Ezek még aranyozott órák, tehát nem aranyszínű fém, hanem aranyozott még, úgyhogy itt még lehet látni a minőséget ennél is, és szerintem ezek gyönyörűek. De arra akartam végül is kiukadni, hogy több ilyen vintage hatású, kiegészítőt, ékszert, órát lehet látni, és én ennek nagyon-nagyon örülök. Belegondolok, hogy ott van még a minőség, hogy még mindig tartják magukat, és lényegében az ára pedig a töredéke, vagy hát úgy gondolom, hogy egészen jól lehet, jó árakon lehet ezeket megtalálni. Jó, de ennyit akartam mondani. Ennyi volt a mai videó. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!